Milyen várakozással készülsz a Final Four-ra? Hát most már így, hogy közeledünk a verseny napjához, egyre jobban érzem magam, mert mi a csapattal már lejöttünk kedden, ugye kihasználva azt, hogy Komlón lesz a Final Four. Edzettünk minden nap, együtt vagyunk, egy közös szép nagy házban lakunk együtt, programozunk, játszunk, kikapcsolódunk, úgyhogy egyelőre még annyira nem izgulunk, de szerintem azért a verseny napján majd azért elkezdünk izgulni is, de ez nagy for, hogy most Komlón lesz azért a verseny, mert így tényleg az, hogy ki tudjuk próbálni ezt a nagy termet, ezzel versenyelőnybe lehetünk, a lépéselőnybe lehetünk a többi csapat ellen, mert ugye ők elsőre fognak idejönni szombaton, azért nekünk már 4-5 nap játék benne lesz addigra a kezünkbe, úgyhogy remélem ki tudjuk használni ezt a lehetőséget. Én nagyon nagy izgalmakkal várom ezt a hétvégét. A csapat kompakt, egybe gyűltünk itt Komlón egy pár nappal ezelőtt, kedd óta együtt vagyunk, edzünk, szerintem fogakörömmel fogunk tudni küzdeni, és hát nagyon várjuk a szurkolókat is ki a terembe, és az ő biztatásokra nagyon-nagyon számítunk. Az esélyekről hát azt gondolnám, hogy a Celdömök is, a Pécs, mint többszörös bajnokok, azért ők végeztek az alapszakaszon is az első-második helyen, de itt Komlón bármi megtörténhet, a labda kerek, úgyhogy biztos, hogy jó meccseket fognak látni, és hát remélem a komlói sikert is. Mi ugye egész hete készültünk már erre a versenyre, és elvileg az első két csapat talán esélyesebbnek bizonyul, de én nagyon bizakodó vagyok, és hát reménykedem abban, hogy minél jobb eredményt fogunk elérni, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy bajnokok legyünk, úgyhogy hajrá Komló!